Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Megérkezett a GTA Online nyári nagy frissítésének a trailer videója, illetve hozzá egy nagyon szép, hosszú cikk, rengeteg hasznos és érdekes információval. Maga a DLC július 20-án fog érkezni, ahogy ezt már említettem többször is. Aznap korán reggel valamikor 8-9 óra között vagy a körül élőben fogjuk várni együtt a DLC-nek a megjelenését, aztán amint megjelent a frissítés, én leszedem, utána pedig indítok egy újabb streamet, amiben pedig szemügyre vesszük részletesen a komplett update-et. Szóval ne felejtsétek el, július 20-án reggel mindenféleképpen találkozni fogunk. Gyertek és várjuk együtt a DLC-t, illetve nézzük meg együtt, hogy mi minden jött benne. Na de ennyit erről, vágjunk is bele és lássuk, hogy mi mindent tudtunk meg a Los Santos Tuners frissítésről. Mindenek előtt nézzétek meg szerintem a hivatalos trailer videót, meg fogom nektek mutatni, utána pedig kicsit kielemezzük magát a cikket is. Welcome to the LS Car Meet. Don't play that dust ball. We got the fastest cars, trucks, bikes, all of it. Only thing we don't got is beef. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. All the time down the slide out with a pretty freak by my side. By my side. With a pretty freak by my side. Nos, elég rövid trailer lett, de nem baj, így is rengeteg információt megtudtunk belőle. Csak gyorsan, így a teljesség igénye nélkül mutatnék párat. Első és legfontosabb a helyszín. Úgy tűnik igazam lett, és valóban ez a raktárépület lesz a DLC-nek a fő helyszíne, erről volt már videóm korábban. Ott még csak tippelni mertem, most már viszont biztosra mondhatom, hogy itt lesznek a tuning találkozók és minden egyéb, ami majd a frissítéssel jön. Aztán itt van egy tuning találkozó test közelből, nagyjából így fog kinézni egy ilyen esemény, lesznek versenyek, ezekre mindjárt visszatérek, mert a cikkben egy picit részletesebben ír róla a Rockstar, de fényderült néhány új járműre is, ezeket is bemutatom egyesével egy pár perc múlva, és itt a végén még egy utcai versenyt is láthatunk, erre is lesz majd egyébként lehetőségünk, vadonatúj utcai versenyek fognak érkezni. Viszont nézzük a cikket, minden fontos részlet le van benne írva, úgyhogy sokkal okosabbak leszünk majd a végén, miután elolvastuk. Felolvasom nektek a komplett cikket, aztán azt is kielemezzük. Csatlakozz az autós kultúrához a GTA Online legújabb frissítésében. Július 20-án Los Santos Tuning közössége és autós kultúrája megújul a GTA Online Los Santos Tuners frissítéssel. A rengeteg tuninggal kapcsolatos küldetés és verseny mellett érkezik a Los Santos Car Meet is, ami egy hatalmas közösségi tér, ahol bemutathatod másoknak a legjobb kocsiaidat, versenyezhetsz a többi autórajongóval és kereshetsz magadnak jól képzett sofőröket is, de pénzszerzésre is lehetőséged nyílik majd. Los Santos Car Meet, avagy Los Santosi autós találkozó. Az elinduláshoz el kell látogatnod egy ismeretlen, telegrafitizett raktárépületre Cypress Flat területén, oda bent a Los Santos Car Meet-nek a kötelezően érezd jól magad hangulata van. Los Santos Car Meet egy hely, ahol elbújhatsz a hatóságok elől és Los Santos lakóitól is. Hagyd kint az ellenséges viselkedésed és a weaponized vehicle járműveidet is, és vegyél részt az autós kultúra szeretetében a hasonló gondolkodású emberekkel. Itt rengeteg lehetőséged lesz beolvadni és jól érezni magad, megmutatni az értékes járműveidet másoknak, vagy éppen megnézni a többiekét. Los Santos Car Meet Membership. Először feloldhatsz egy új Reputation előrehaladást vadonatúj jutalmakkal és extrákkal minden szinten. Mindemellett hozzáférést kapsz egy teszt pályához, ami egy hatalmas terület a Car Meet Warehouse-ban, és ahol a barátaiddal driftelhetsz, vezethetsz és versenyezhetsz anélkül, hogy zavarna a rendőrség. A tesztpályán új tesztride is rendelkezésedre áll majd, így kipróbálhatsz új járműveket is, és kihozhatod azokból is a maximumot. Ha kifizeted az 50 000 GTA dollárt a Los Santos Car Meet Membership tagságért, akkor számos egyéb kiváltságot is szerezhetsz. A tagok a folyamatosan változó Prize Ride Challenge kihívásokon is részt vehetnek, hogy nyerhessenek egy Prize Ride-ot, és hozzáférést számos különleges és exkluzív bolthoz és lehetőséghez, beleértve a ruhaboltot, a tetoválószalont és egy modding area boltot, ahol azonnal megmutathatod a többieknek a saját tuningodat. A magasabb szintű tagok private takeover-t is létrehozhatnak saját világítással és bannerekkel, amikkel dekorálható a Car Meet-nek a területe, ami így ezáltal testre szabható is. Új versenyek. A Los Santos Tuners frissítéssel új versenyek is érkeznek a Car Meet-en kívül, mindegyik saját
leaderboarddal. A tesztpályán baráti versenyeken vehetsz részt, ilyen például a head-to-head, ahol a sebesség és a pontosság a legjobb előny, vagy éppen a scramble, ahol maximum 4 játékos versenyezhet, és ahol 20 checkpointot kell összeszedni. A time trialoknál felállíthatod a saját személyes rekordodat is, maximum 30 játékossal osztozhatsz a területen, szerintem ez nem rossz, zárójelben mondom, de verseny közben nincs érintkezés másokkal, tehát non-contact, és a tagok egyedül is mehetnek a private test pályához. A városban is elérhetőek lesznek új versenyek, mint például a Street Race Series és a Pursuit Series. A Street Race pont azt hozza, amit jelent. Utcai versenyzést jól kitalált pályákon Los Santos legnevesebb helyszínein. A Pursuit egy könnyedebb versenyzési lehetőséget kínál checkpointokkal szerte a térképen, de itt már a hatóságok is bezavarhatnak majd. Mindemellett a sprint versenyek olyan point-to-point mérkőzések free módon belül, amikben 3 másik játékossal versenyezhetsz, olyan ikonikus helyeken, mint például az LSIA. A Kármit világában a reputation egy nagyon értékes dolog. Szerez repet azzal, hogy részt veszel és nyersz különböző versenyeken, belépsz minden nap, időt töltesz a tesztpályán, de még azzal is, hogy jól érzed magad a Kármiten. Azzal, hogy repet szerzel, számos jutalomhoz férhetsz hozzá. Beleértve rengeteg új feloldható kiegészítőt, új customization lehetőségeket, mint a wheelek, a liverik, és új versenyekhez is hozzáférhetsz, illetve a private car meet lehetőséghez is, ha elég reped van. De ez tényleg egy nagyon fontos dolog lesz ez a reputation point. Aztán, az underground világban a reputation egy nagyon értékes kiváltság és előny. Igazából ez a frissítés egy nagy felfrissítést hoz Los Santos járműpiacára, továbbfejlesztett kocsik érkeznek olyan gyártóktól, mint az Ennis, a Dinka, az Übermarkt és sok más cégtől is. 17 új jármű érkezik összesen nyáron, ebből 10 lesz elérhető július 20-án a frissítéssel együtt. Los Santos Community Meetup. Azok a játékosok, akik a mai naptól kezdve játszanak a játékkal a frissítés megjelenéséig, feloldhatnak néhány különleges jutalmat. Lépj be a GTA Online világába július 20-áig, hogy tiéd lehessen a Los Santos Customs T-póló, és vegyél részt egy rögtönzött versenyen, hogy megszerezhessd a Los Santos Tour Jacket kabátot. Különleges jutalmak. Azok a játékosok, akik ellopnak és eladnak egy járművet az egyik Los Santos Custom-be free módon belül, megszerezhetik a Los Santos Custom Coveralls-t. A jutalom a július 20-a utáni első belépéskor válik elérhetővé, minden egyéb jutalom pedig júli 23 után, 72 órán belül. És még sok más. A következő héten további részletek érkeznek a Los Santos Tuners kapcsán, különösen új hírek az érkező kontraktoktól, az új Rubbery Mission küldetésekhez, amiben maximálisra fejlesztheted képességeidet, és találkozhatsz néhány ismerős arccal is a The Music Lockerből. Hú, srácok, rengeteg információ volt ez így egyszerre, tudom, nekem is sok volt, még felolvasni is, de megpróbálom a legfontosabbakat kiszedni belőle. Tehát, július 20-án érkezik a DLC. Elérhetővé válik ekkor 10 új autó, 7 új autó pedig majd valamikor később, gondolom hetente fognak jönni. Ezek az új autók a következők egyébként. Karin Calico GTF, Karin Futo GTX, Ennis Euros, Vapid Dominator GTT, Ennis ZR350, Dinka RT3000, Vulkar Warrender HKR, Obey Tailgater S, ezért nagyon oda vagyok, Dinka Jester RR és Ennis Remus. Biztos, hogy azonnal meg fogom őket venni, és az is biztos, hogy mindegyikből lesz bemutató stream is. Aztán ezeken kívül ugye elérhető lesz az a bizonyos raktárépület, amiről már viszonylag sokat beszéltem, rengeteg lehetőségünk lesz benne, tuning találkozók, versenyek és hát sok más is. Ezen felül lesz lehetőségünk megvásárolni 50.000 dollárért egy membershipet, amivel ugye kiváltságos lehetőségekhez juthatunk, mint például hozzáférést kapunk a tesztpályához, vagy a ruhabolthoz, a tetováló szalonhoz, a modding területhez, tehát érdemes lesz beruházni rá, 50.000 dollár pedig abszolút nem pénz szerintem ebben a játékban. De jönnek új versenyek, utcai és pursuit formában is, és hát rengeteg új lehetőség a tuningolásra, mindenféle új festéssel és egyéb kiegészítőkkel az autókhoz. A tuningolás teljesen más lesz, mint amit eddig megszoktunk, sokkal jobb. És szerintem nagyjából ennyi, amit érdemes kiemelni. A jutalmak megszerzéséhez, amiről szó volt a cikk végén, szerintem érdemes elolvasni magát a cikket, vagy pedig lehet, hogy lesz belőle videó, vagy segítsek egy kicsit, nem tudom, ez ott lesz a leírásban mindenféleképpen, és
Azt gondolom, hogy ennyi lett volna ez a mai videó, nem tudom, ti mit gondoltok erről a frissítésről, de nekem nagyon tetszik. Talán ezt várom a legjobban az összes eddigi DLC közül, és azért ez nagy szó. Én imádom az autókat, tehát természetesen örülök, hogy ez a témája ennek a DLC-nek. Amint bármi információt meg tudok, jelezni fogom felétek, szóval hogyha nem akartok lemaradni, akkor iratkozzatok fel. Jönni fognak a bemutató streamek, videók, tuning találkozók veletek, tuning streamek az új autókból, úgyhogy lesz itt tartalom bőven, hamarosan találkozunk, srácok. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!